itt vagyok a Balatonlellei Yachtklub idei 2016-os nyitóbulián. Ez most már sorrendben a 7. év, amikor mi nyitjuk meg a lellei szezont, a vitorlás szezont és ennek a csodálatos komplexumnak is a szezonját. Ámulunk és bámulunk, mert hogy évről évre ez a hely egyre szebb, egyre nívósabb. Ha az ember bárkivel elbeszélget egy 4-5 percet, rögtön kiderül, hogy milyen cégeket vezetnek, milyen fantasztikus látomásokat váltottak valóra, és igaz ez a Lellei Yachtklubra is, mert amikor mi idejöttünk és elkezdtük, akkor még itt csak pislákoltak apró fények, itt a házaknak és az apartmanoknak a jelentős része üres volt, évek óta nem is laktak benne, és most itt vagyunk 7 évvel később, és telt ház van. Gyere Balázs! Ugye az, hogy mi itt vagyunk, az egy barátságnak köszönhető, Tóth Balázs barátom, de azt gondolom, hogy nem kell őt bemutatni, hiszen aki a Yachtklubba jön, az a Balázson keresztül kell, hogy jöjjön. Évről évre visszajönnek az emberek, de mindig hoznak magukkal még 10 ember. Még egy ember. Elképesztő fejlődés és elképesztő további fejlesztések vannak. A homokos part, a vitorlások, szóval szenzációs. Ez a kedvenc helyünk. Álmom volt, hogy Korda György és Balázs Klári itt a BL Yachtklub színpadán föllépjen. Egy picit aggódtam ősszel, amikor megrendeltem a fellépést. Klárika meg is kérdezte, hogy Balázskám, élünk még akkor? Hát reméljük, hogy igen, és jönnek, itt lesznek, 11-kor érkeznek. Újdonságok? Hát idén ugye a kikötőben egy új csapat kezdte meg az üzemeltetést, és reméljük, hogy a hajósok és az apartman tulajdonosok nagy megelégedésére végezzük a munkánkat. Újra nyílt a wellness, squashpálya, és még egyéb más tervek is vannak, amiről most még nem beszélnénk. Hát azt hiszem, hogy a mai buli az magáért fog beszélni.